Nyílcintéri csatával, várostrommal, fáklyás felvonulással és törökkori hangulattal várja a történelem kedvelőit a május 18-ától május 20-ig tartó 11. Tatai Patara törökkori történelmi fesztivál. Az elmúlt évekhez híven idén sem lesz hiány látványos összeütközésekből, sőt, több izgalmas korabeli program is várja majd az érdeklődőket. Már az elejéről változások vannak, ugye pénteken diákpatara lesz, most úgy néz ki már, hogy 600 diákot tudunk fogadni, nagy lelkesedéssel készülnek. Mondhatom azt, hogy az ország minden területéről lesznek diák vendégeink. Délután 5 órakor megkoszorozzuk a várban elhelyezett emléktáblát, amit Pálffy Miklós és a várnál harcolt hősökre való tekintettel állítottunk, és megemlékezünk a honvédség 171. évfordulójáról. A 7 órakor kezdődik egy úgynevezett szalutáció a kastélytéren, ahol felvonulnak a hagyományőrök. Talán egy-két mozaik a hagyományőrökről, 14.700 kilométert tesznek meg a hagyományőrök, hogy itt Tatán bemutatkozhassanak, és természetesen a pénteki nap mindenki számára ingyenes. Szeretnénk, hogyha a város minden lakója, aki esetleg nem teheti meg, vagy ideje, vagy egyéb okokból, hogy szombat-vasárnap kijön, ő is találkozzon a hagyományőrökkel, lássa azt, hogy ez a program milyen tartalmi elemekkel rendelkezik. A szalutáció után egy fáklyás felvonást csinálunk, ez már hagyomány. A fő attrakció az Ady Endre úton lesz, ahol díszsortűzzel kedveskednek az oszmán, a keresztény és a 25. Klapka György dandár katonái. És utána a Vágó hídtól egy fáklyás felvonulást szervezünk, amit tűzsonglőrök vezetnek, és a visegrádi dobosok vezetik fel ezt a programot. Még este persze természetesen a vár színpadon is produkciók vannak, amire hát nagy szeretettel várunk mindenkit. A Tatai Patara az 1597-es csatát mutatja be, mikor Pálffy Miklós báró visszafoglalta Tatát a törököktől. A háromnapos rendezvény meg annyi programmal készül, mint íjász és lovas bemutató, kiállítások, különböző előadások, koncert és tűzsó is várja majd a 11. Patara résztvevőit.